1911. augusztus 30. Elnek. Hozzám is eljutottak a hírek, tudom, hogy férjhez ment. Ne vegye faragatlanságnak, hogy nem gratulálok-e neves eseményhez, de nem tudom őszintén tiszta szívemből mondani, úgy pedig mit ér a szó. Pedig próbálkozom, de elakadok mindig, keserű fájdalmamban elvész a gratulációm. Mert igenis tudja meg, én már csak kint érzek itt legbelül, e házassággal megadta nekem az utolsó tördövést. Nagy reményeket és nagy érzelmeket fűztem magához, melyek szerte foszlottak, miután úgy vélte, egy festő nem biztosíthat magának eleget, s egy idő után leveleim válasz nélkül maradtak. Emlékszik még arra a napos délelőtre? Ültünk a fenyő árnyékában a kis asztalnál, s a legkedvesebb verses kötetemben olvastam föl magának. Illedelmesen hallgatta végig, de aztán felkacagott, talán zavarban volt, s hogy ezt ne vegyem észre, tréfával hárította el a gyönyörű verseket. Levelem hűvös magázó stílusa talán meglepte, hiszen mi már tegezve szóltunk egymáshoz, de úgy vélem mégsem illendő egy férjes asszonyt így módon megszólítnom. Utóirat. Azt a bizonyos délelőttöt vászonra vittem, s reményeim szerint épségben elér magához a levéllel együtt. M.K. Kívánok! Meggyászki Károlyt keresem. Jó napot kívánok! Én múlnék. Lehetetlen. 30 év alatt magának is a környezet. Jó, elnézést. Nem voltam ez egy pontos. Itt jobb, Meggyászki Károly. Lichmann Lilla. Beszélhetnék az apjával? Bizony erre a levélmét jött. Honnan tud róla? Én adtam fel. Apám fiatalon nem merte megtenni, viszont soha nem felejtette el magát. Halála előtt, amikor utoljára beszéltünk, kért meg, hogy küldjem el magának. Beteg volt, két napja múlt el.